Megkezdődhet a helyi csabai gyógyszertár környezetének rendezése, 100 millióba kerül majd. Készülnek a plüss békák, próbálnak a zenészek, közlekedési információk a Kocsonya Fesztiválra. Rendőrségi flashmob, páncélos lovagok a búzatéri zebrán. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió hírműsorát, a Miskolc Mát látják, jönnek a részletek. Több mint 100 millió forintból hamarosan megkezdődhet a helyi csabai gyógyszertár környezetének rendezése. A több mint 3500 négyzetméteres területen pihenőparkot alakítanak ki, burkolnak, fákat ültetnek, padokat és kerékpártárolókat helyeznek majd ki. A beruházás a Városrészi Központok Fejlesztése projektben TOP Plus forrásból készülhet el. A helyi csabai műemlék gyógyszertár egy kúria épület a 3-as számú főút mentén. Az ikonikus gyógyszertár több évtized azonban méltatlan állapotba került. Mivel nem köztulajdonban van, hanem magánkézben, így az önkormányzat közvetlenül az ingatlanon nem tud beruházásba kezdeni. A körülötte lévő közterületet azonban lehetősége van rendbe tenni. Ez a többi közt azért is fontos, hogy a közúton Miskolcra érkezőket egy rendezettebb városkép fogadja. Teljesen lemegy a helyőpatakig ide a híd alá a tervezési terület, tehát az látszik, hogy itt végig fákat fogunk majd telepíteni ebben a projektben. Szopkó Tibor már a készterven mutatja a beruházást. Ezen látszik, hogy a műemléképület melletti buszmegállótól egészen a helyőpatak mederig zöldítik a környezetet. Az alpolgármester azt mondta, csak nem 3500 négyzetméteren cseréket, évelőket és 35 fát ültetnek, parkosítanak és a meglévő burkolatot is kicserélik. Padokat, kerékpártárolókat helyeznek ki, és a területen a II. János Pál pápa térhez hasonló pihenőparkot alakítanak ki. Már készen állunk a TOP Plus fejlesztési forrásoknak a leghatékonyabb miskolciak javára történő elköltésére, és mintegy 4,7 milliárd forintot, sőt pontosabban 4 milliárd 780 millió forintot terveztünk a TVP-ben, ami egy közgyűlés által elfogadott dokumentum, úgynevezett városrészi központi fejlesztésekre. Szopkó Tibor azt mondta, az volt a céljuk, hogy azokat a jól megközelíthető miskolci városrészeket erősítsék, amelyek történelmileg is képesek voltak központi tereket nyújtani az ott élőknek. Többek között ilyen a helyi csabai gyógyszertár környezete. Az alpolgármester hozzátette, kollégái a következő hetekben beadják a készterveket a TOP Plus fejlesztési programba, és várják az uniós forrásokat, hogy mielőbb hozzá tudjanak kezdeni a területen a munkákhoz. Az önkormányzat abban bízik, hogy ha a fejlesztés megvalósul, akkor a gyógyszertár tulajdonosa is érdekelt lesz abban, hogy az épületet felújítsa, funkciót adjon az ingatlannak. Elindult a lakásbiztosítási kampány. Márciusban ingyen lehet lakásbiztosítást váltani. Szakértők szerint érdemes az ügyfeleknek áttekinteni meglévő szerződéseiket és összehasonlítani az új ajánlatokkal. A KSH adatai szerint 4,5 millió lakóingatlan van, ebből 3 millió 300 ezernek van lakásbiztosítása. Az ingyenes biztosító és biztosításváltás a hitellel terhelt ingatlanokra is vonatkozik. Érdemes a lakásbiztosításokat minden évben felülvizsgálni és személyre szabni. Erre egy kiváló lehetőség most ez a lakáskampány, ami ugye március 1 és 31 között elérhető. Mit is jelent ez pontosan? Ebben az időszakban azokat a biztosításokat is újra lehet vizsgálni, felülvizsgálni és akár fel is mondani, amiknek az évfordulója nem ebbe az időszakba, ebbe az egy hónapba esik. Gőzerővel készül a Szimbiózis Alapítvány a hétvégi Kocsonya Fesztiválra. A fogyatékkal élők már év elején elkezdték varni azokat a béka figurákat, amelyekkel a vásározók találkozhatnak majd a forgatagban. Legalább 10 féle béka készül, és több mint 1000 darab már készen van. Az alapítvány elnöke szerint a speciális szükségletű fiataloknak sokat jelent, hogy igényes kézműves termékekkel képviseltethetik magukat Miskolc egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválján.
Készülnek a Békák a Szimbiózis Alapítvány Martin Kertvárosi kreatív műhelyében, különböző varrási technikák és nemezelés, az összes figura aprólékos és gondos munka eredménye. A Szimbiózis Alapítvány 4 műhelyében körülbelül 30 fogyatékkal élő készít miskolci zöld békákat a Kocsonya Fesztiválra. Először úgy kezdjük az egészet, hogy van egy sablon, és akkor azt meg kell először rajzolni erre a filcanyagra, és akkor szemét, száját, itt a kis orcácskáját is meg kell rajzolni, mindent egyesével ezt ki kell vágni, és utána mindent egyesével rá kell varni. És utána meg tömöm, és utána meg szallagozom, utána meg még rá kell varni ezeket a kis lábacskákat, és utána meg már készen is van. Zsuzsanna minden munkafázist egyedül csinál, egy békát körülbelül 2 óra alatt készít el. Ez egy ilyen helyi identitás tudat erősítése is, hogy egy ilyen nagyon különleges, nagyon egyedi fesztiválnak úgymond a mottóját és a mondani valóját, ami tárgyasul, azzal mi elő tudunk rukkolni. És nagyon fontos az, hogy ezek mind egyedileg emberek által készített kézműves termékek, az csak egy hozzáadott érték, hogy speciális szükségletű emberek vannak a készítésben. Idén legalább 10 féle béka figurával készül az alapítvány, több mint 1000 darabot már elkészítettek, a fesztiválra a becslések szerint nagyjából 2000 darabbal fognak érkezni. A fogyatékkal élők már évelején elkezdték a munkát, hogy időben kész legyenek a kézműves termékekkel. A Kocsonya Fesztiválra való készülődésről a Híradó után kezdődő közéleti magazinunkban láthatnak hosszabb összefoglalót. Még mindig a Kocsonya Fesztiválnál maradva, néhány fontos információ a parkolással és a közlekedéssel kapcsolatban a hétvégi fesztivál idejére. A Kocsonya Fesztivál ideje alatt a március 7-e és 11-e közötti időszakban lezárják a gépkocsi forgalom elől a Kandia utca, valamint a Városháztér 9-11 mögötti köves parkolót. A területre szóló kedvezményes lakossági parkolási engedéllyel a környező utcákban lehet parkolni a Kandia utca esetén, a Dr. Antal József Park Csengei utca Arany János utcán, a Korvin utca Szemere utca közötti szakaszon. A Városháztér 9-11 mögötti köves parkoló esetében a Pátria Szolgáltatóház mögötti területet lehet igénybe venni. A Kocsonya Fesztivál idején jelentősen változik a buszok, villamosok közlekedése Miskolc belvárosában. Csütörtök késő estétől a vasárnapi üzemzárásig a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között villamospótló autóbuszok közlekednek, a buszok pedig a villanyrendőrt elkerülve a centrum felé terelt útvonalon közlekednek. A forgalmi változás az autósokat is érinti, a Széchenyi Korvin utcák kereszteződésénél a centrum irányába a külső forgalmi sávot részlegesen lezárják. Ma még a megszokott rendben zajlott a tömegközlekedés Miskolc belvárosában. Csütörtök éjszakától azonban a Kocsonya Fesztivál miatt jelentős változásokra számíthatnak az utasok. Több buszjárat más útvonalon közlekedik majd, a villamosokat pedig pótlóbuszok váltják fel a fesztivál ideje alatt. Villamospótló autóbusz fog közlekedni a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca megállóhely között. Malomszög utca és Felső Majlát között pedig fenntartjuk továbbra is a villamos közlekedést. Ebben annyi változás lesz, hogy az 1-es és a 2-es villamosok nem fognak közlekedni. A 2-es villamosok helyett az Úgyűri főtérről induló autóbuszokat lehet majd igénybe venni. A Kocsonya Fesztivál idejére a villanyrendőr megállóhelyet lezárják, ezért az itt közlekedő buszok a centrum felé terelt útvonalon közlekednek. Térképen mutatjuk, a Hősök tere, a villanyrendőr és a Népkert között közlekedő buszok útvonala változik. A Hősök terén idéglenes megállóhelyet alakítanak ki, onnan a centrum, majd a Vörösmarty utca felé kerülnek a járatok. A változás az autósokat is érinti. A Korvin utcán egy forgalmi sávot részlegesen lezárnak, hogy a buszok be tudjanak fordulni a Színva Park megállóhelyre. A közlekedési vállalat a bulizókra is gondolt. A rendezvények végén, pénteken és szombaton tovább fognak közlekedni a megszokottnál a villamosjáratok, autóbuszjáratok, tehát rásegítünk annak érdekében, hogy a későn véget érő rendezvényekről haza lehessen jutni. A Kocsonya Fesztivál idején érvényes forgalmi rendről az NVK ZRT oldalán tájékozódhatnak az utasok.
Páncélos lovagok jelentek meg a Búza térnél szerda délután. A 11 fős csoport egy rendőrségi flashmobra érkezett. A Borsodabaui Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya, a Vármegye Baleset Megelőzési Bizottsága és a Miskolci Johannita lovagjai fogtak össze. A céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet a templom és az autóbusz pályaudvar közötti osztott zebra gyalogosainak védelmére. Fegyverek a magasban, indulhat az átkelés. Rendőrségi flashmobot rendeztek az autóbuszállomás és a miskolci belvárosi Nagy Boldogasszony görögkatolikus székesegyház közötti osztott zebránál. A jelenlévők elmondása szerint a közlekedésben résztvevők nem fordítanak kellő figyelmet egymásra. Mikor én át szeretnék menni, vagy egy gyalogos, vagy legyen az bárki, azért a szemkontaktust vegyük már föl a gépkocsi vezetővel, és én szoktam mindig a kezemmel inteni, hogy szándékomba áll átmenni. És ez mivel a legforgalmasabb pont, itt, mert itt tényleg a buszváró, a volánbusz, buszmegálló van, és a diákok az iskolából jönnek, a legeslegnagyobb fokú egymásra való figyelés. Nem csak én figyeljek, hanem a másik is. A kezdeményezés a Borsodabaui Zemplén Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottságtól indult. A céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet a gyalogos átkelőhelyekre és a járókelők biztonságos közlekedésére. Az eseményen részt vettek a miskolci Johannita lovagok is, akik elmondták, fontos, hogy türelmesebbek legyenek az emberek. Ezzel is azt akartuk ugye bemutatni, hogy a középkorban mennyire durva, erőszakos világ volt, és azért ma már nem a középkorban élünk. Gondolkozzanak el ezen a gyalogosok, az autóvezetők, akik közlekednek mindenki, hogy az udvariasságot, a szabályokat tartsák be. Szerintem ez elég figyelemfelhívó volt azért, hogy megjelentünk itt. Az eseményen összesen 11 lovag jelent meg. 8-an állták az autók útját, 3 személy pedig kísérte a gyalogosokat a zebra egyik oldaláról a másikra. A helyszínt rajtuk kívül a rendőrség is biztosította. Ugye ez arról szólt, hogy a gyalogosok átkelését segítették az itt felsorakozó Johannita lovagok, azáltal, hogy mind testükkel, mind pedig pajzsukkal védelmezték a gyalogosokat, mely funkciót tulajdonképpen a gyalogos átkelőhely töltené be önmagában, de ez nem minden esetben elegendő sajnos. A Balesetmegelőzési Bizottság nagy erővel fog a gyalogosok védelmében kampányolni, s az éven több hasonló esemény szervezését is tervezik. Dániel Mária Magdolna fotográfus képeiből nyílt kiállítás az Ifjúsági Ház galériáján. A keddi tárlat megnyitón Bazin Levente azt mondta, ha csaknem 50 kép megmutatja az embert, magát az esendő csodát. A Találkozások című fotókiállítás március 28-áig látogatható. Ezek a képek valósághű lenyomatai a társadalmunknak. Bazin Levente az önkormányzat köznevelési, kulturális, turisztikai, ifjúsági és sportbizottságának elnöke méltatta a Várpalotán élő fotográfus munkáját. Dániel Mária Magdolna csaknem 50 képpel mutatkozik be ebben a hónapban Miskolcon. Fantasztikus, hogy az ország több területén is bemutathatom az én fotográfiámat. Főként portrékat fényképezek, itt mögöttem láthatóak is ezek a képek, viszont közel állnak hozzám a természeti jellegű fotók, de a pillanatok azok, amik engem érdekelnek. Ha meglátok valamit, akkor megállok, autóval kiszállok és lefotózom. A művész a képeknek szándékosan nem adott címeket. A nézőre bízza, hogy mit lát az alkotásokban. Fotóiban főként sajátos látásmód mutatkozik meg, és neve mellett egyre gyakrabban használják a szociófotós megszólítást. Megmutatják az embert, magát az esendő csodát. Egyetlen pillanat a múltból, emberről, tájról, vagy tárgyról, amely a lelkünk ígér és megszólít minket. Érzelmeket indít el, és kérdéseket fogalmaz meg bennünk. Vajon mit tudunk erről a világról? Arról, amit a fotós a fényképezőgépnek a lencséjén keresztül megmutat számunkra. A tárlat megnyitón Gurmai Zita, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője, a fotográfushoz fűződő barátságáról, a közösséghez tartozás jelentőségéről és Miskolc kulturális életéről is beszélt. Én azt gondolom, hogy Miskolc egy igazán
befogadó város, nem csak a villamos volt fantasztikus most itt a télen, hanem a színház, minden ügy, amivel ti és önök foglalkoztak, úgyhogy én nagyon örülök, hogy egy ilyen fiatal, dinamikus politikus számára fontos a kultúra és az egy igazi hit. A kiállítás március 28-áig ingyenesen látogatható az Ifjúsági Ház galériáján. Kedden este győzelemmel zárta a Jégkorong Erzta Liga alapszakaszát a DVTK Jegesmedvék. A Népkerti Jégcsarnokban a FEHA 19 együttese volt az ellenfél, és a DVTK hátrányból fordítva 3-1-re megnyerte a találkozót. Ezt a Jegesmedve siker teljes egészében megtekinthetik felvételről 19 óra 25 perctől a Miskolc Televízióban. A Magyarországtól északra lévő anticiklon peremén egy jóval markánsabb, illetve nedvesebb úgynevezett magassági hidegcsepp jelent meg. Emiatt több felhőre és növekvő csapadékhajlamra kell számítani. Részletek a hamarosan kezdődő időjárás jelentésben. A Híradó utánközéleti magazin műsorunkat, a Kilátót láthatják, riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. Én a műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!